Ekkor hadd nevezem én MTH-nak, jó? Jó. Mert mindenki megbocsátja, ugye? Csaba, nem biztos, de... Ekkor ebben az intézményben működött már színjátszókör, vagy egy ilyen társág? Mert hogy Bérci Csaba ettől elválaszthatatlan tulajdonképpen ilyen értelemben. Voltak erődjei is, de Robi tud meg Éva néni erről beszélni. De én a Kamasz színpadba mentem, ami 1992-ben csak sikerült kimondani, olyan régen volt. Akkor alakult meg, én 2 évvel később mentem, és Segesvári Zsolti volt előttem egy 1,5 évvel, és ő mindig nagyon büszke rá, hogy ő előbb elkezdte a színjátszást, mint én. Ezt el akartam mondani. Kamasz színpad, eközben nálatok Tökmak színpad? Nálunk Tökmak színpad, igen. A Tökmak színpad az úgy keletkezett, hogy ugye a barátnőm Kolárics Edit is, meg én is egy osztályba jártunk. Mi éppen jövőre ünnepeljük a barátságunk 50. évfordulóját, ez fontos egyébként. Tehát ő is versmondó volt, meg én is a gimnáziumban, és aztán férhez ment gyereke, stb. Én is ugyanúgy. És amikor a gyerekeink akkorák lettek már, iskolába jártak, akkor egyszer csak megjelent nálam az Edit, és azt mondja, hogy kellene csinálni egy gyerekszínjátszót, nincs itt semmi se. Hát aztán meghirdettük, feladtuk az újságba a hirdetést, és akkor megjelentek vagy 50-en, 60-an. Hát ijesztő volt először itt a házban, és akkor hát hol kapunk itt? Hát felmentünk ide a régen klubmozinak nevezett helyre, és Edit késett, mert értekezlet volt az iskolában, én akkor már otthon dolgoztam a férjemmel, tehát én időben ide tudtam érni. És akkor mindenféléket kipróbáltunk a gyerekekkel, mert közben hozzátartozik, hogy az ember, ha ilyesmit csinál, akkor mindenféle képzési formát ebben a témában megragadtunk. Tehát nem volt még drámapedagógia képzés a felsőoktatásban, de szerették volna, ha bekerül. És én ezt úgy csináltam, amikor meghirdette a Megyei Művelődési Központ, hogy van egy ilyen lehetőség, akkor oda jelentkeztünk, ő is, én is, és ez többször is lehetett, mert hiszen mindig más előadók jöttek. Így van, én is azt végeztem. Igen, és nagyon-nagyon remek volt. Tehát olyan komplex képzést kaptunk, hogy a térszervezés, a dramaturgia, mindenféle, a beszédtechnikai képzés, tehát volt ott mindenféle, ami kellett. És akkor az ember úgy szerette volna hasznosítani. Ki a legjobb gyerek, mikor az embernek saját kicsi gyerekei vannak? Hát az a korosztály. És aztán szépen elindult ez a dolog, és lettünk, hát a végére az 50-ből 30-an maradtunk, 3 fiú és 27 lány. De most 3 fiúra és 27 lányra olyan jó volt készíteni mindenféle műsorokat, de megcsináltuk. És akkor az első nem baj, ha ilyen hosszú vagyok? Nem. Jó. Csak az első fellépés az ilyen, az első év, ugye ősszel kezdtük, és a tavasszal volt a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál, akkor már volt. Nem is gondoltunk mi abba bele, hogy hát ez egy ilyen felmenő rendszerű fesztivál. A gyerekek tudták, itt volt történetesen az előválogató. Csak beültünk az értékelésre, lement a műsor, és akkor olvasták, hogy ki milyen eredményt ért. Voltak a megyéből, mert megyei szintű volt a dolog, sok helyről. És akkor, hogy a veszprémi dunántúli bemutatóra tovább jut a Mosonmagyaróvári Tökmak színpad. Hát azt hittük, lefordulunk a székről, mert nem is gondoltuk, hogy hát egyáltalán ilyen rendszerű a dolog. Aztán akkor az úgy sikeredett, aztán Veszprémben is nagyon jól sikeredett, és a gyerekek nagyon szerették. Aztán utaztunk sokat az elkövetkező években is, és egy nagyon jó kis társaság lett belőle, mert utána évekig együtt voltunk, aztán amikor ők középiskolások lettek, akkor ment tovább Planéta színpad néven, és nagyon sok mindent csináltunk együtt, és az a legszebb ebben a dologban, hogy természetesen a saját gyerekeimet is vittem, mert hova teszi az ember a saját gyerekeit, viszi magával, és mindenki nagyon szerette ezt. És az a legjobb a dologban, hogyha mai napság összefutok olyannal, aki elkerült a városból, az országból is, és azt mondja nekem, hogy az ő munkájában egy nemzetközi hírű építész történetesen nagyon sokat segített a Tökmak színpad, mert olyan kiállása, magabiztos megjelenése, megnyilatkozásai lettek általa, amit ő tovább tudott fejleszteni, de ez egy nagyon jó alapot adott.
Most, amit az utolsó mondatokban mondtál, ott kapaszkodjak bele. Magatokról is nyugodtan mondjátok, de abszolút érzitek, hogy akiket ti neveltetek, akikkel együtt voltatok, akiket bevittetek a színpadra, színházba, szerepelni tanítottátok, tudnak utána ebből építkezni? Nyugodtan mondhatok jó néhány nevet, akikkel együtt voltatok, kezdtetek, vagy tőletek indultak el, de most a Magyaróvár Maria Virágot már említetted, de azt hiszem, hogy jó néhányat még lehet említeni, jó néhány nevet, aki időkedben adja. Te foglalkoztál igazából gyerekekkel, én egy sajátos, ugye amikor vége lett a, én kimaradtam a 402-es szakmunkásképző intézetből, akkor... MTH-ban. Tehát akkor kimaradtam, akkor ugye felnőtt csoport a városban nem működött. Tehát nem létezett ilyen, úgyhogy nekünk egy saját utat kellett járni, és az akkori úttörőházba, ex-úttörőház, most nagyon korábbi, korábbi járási. Igen. Mivel ott volt hely, az olyan kitöltetlen volt ez a terület, ott kaptunk helyet, és ott tudtunk próbálni, és megalakítottuk mi magunk a Lét Színpad nevű társaságot, és ez ilyen 6-8-10 főből álló önszerveződő közösség volt igazából, akik úgy saját magunk csináltunk darabokat, és vittük, ugye még mindig visszajártunk mindenféle fesztiválok, kis volt, igazából nagyon jó társaság volt, és viszont egy mondattal, csak nem akarok olyan sokat beszélni, mindenféleképpen ezt én ajánlom mindenkinek, aki megteheti, csak próbálja ki. Ha már azt megtanulja, hogyha nem is fertőződik meg, de azt megtanulja, hogy ki mer állni emberek elé, és mer velük beszélni, mer hozzájuk beszélni, azzal mindenképpen nyer. Tehát az életben van mindenképpen, az egy fél siker. Ha még esze is van, akkor még akár sikeres ember is lehet. Vagy tehetség. Nem, mint én. Tamás? Mindenképpen fontos mindenkinek, tehát nem kell mindenkiből színésznek lennie. Nem is gondolom, hogy ennek kellene lennie. Viszont, hogyha valaki arra a pályára szeretné adni a fejét, akkor minden rosszal igyekszem megkínálni. Tehát nagyon szigorú vagyok, én azt gondolom, hogy azért, mert fontos az, hogy el tudja dönteni ezt, mert csillogás-villogást látunk ugye a színházból, ez korán sem az, ez egy nagyon nehéz műfaj. Nekünk, én azt gondolom, hogy nagy szerencsénk van, tehát nem kell az egyik színházból a másikba futni, hanem egy előadást mondjuk egy évig játszhatunk, és tulajdonképpen arra vagyunk. Noha mást is csinálunk, nyilván a városi műsorokat, stb., de mégis arra tudunk ráhangolódni, és a maximumot igyekszünk minden előadáson kiadni magunkból, de van az a korosztály, elsőként 2003-ban a Fehérló Színházat csináltuk, és abból például Pásztor Ádám, akkor Brass Bence, aki erre a pályára adta a fejét, Ruyder Vivien, és most Elnagy Attila is. De én azt gondolom, hogy megmutatni, hogy milyen, és hogy majd eldönti azt, hogy mit akar. Hogy akarja ezt, vagy sem, de most is van olyan, aki szeretné ezt a színházasdít játszani egész életen át. Nehéz. De egyébként nagyon sokan vannak, aki emberekkel foglalkozik a mai napig is. Például Csedóri, de ugyanakkor énekel is. Tehát több helyen, több zenekarban énekel. De mondhatnék nagyon sok ember nevét, úgyhogy elnézést. Csak hirtelen eszembe jutott, ami kapcsolódik ahhoz, amit mondasz. Tehát amellett, hogy megtanul kiállni mások elé és beszélni tud másokat, megtanul alázatosnak lenni. Igen. Tehát alárendeli a saját érdekeit egy csoport érdekében, hogy ez a csoport aztán a végén valamit elkészítsen, és ezt is megtanulja, megtanul együtt működni másokkal. Ez is nehéz. Tehát, vagy ugye normál életben nyilván vannak a tánccsoportok, meg egyéb ágak is, amik ebbe segítenek, tehát akár a muzsikusokat is mondhatnánk, de nyilván ez még pluszba hozzáadja. Tehát ezek az emberek megtanulnak alázatosnak lenni a szó jó értelmében. Tehát nem alá szolgalelkűek, hanem alázatosak, nem felém, nem felé, hanem a műfaj, a színház és a közönség felé. És a közösség felé. És a közösség felé. Együttműködés, ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy közös játék gyakorlatilag. Így van. Annak idején, amikor ti színpadra léptetek először, minden bizonnyal kerestétek azt a lehetőséget is, hogy tudtok másokat megnézni.
Ez azt jelentette, hogy az akkor még nem sok lehetőségünk volt, maximum Győr, illetve hát a Győrből ide érkező színházak. Volt olyan, ami példakép volt, ami most nem feltétlenül egy személyre gondolok, hanem ami abszolút megfogott benneteket, amire azt gondolták, hogy az irány. Én valami ilyesmit szeretnék majd mutatni. Azt mondtad, hogy nem feltétlenül személyre gondolsz. De ha úgy van, nyugodtan. Igen, az igazság az, hogy ami engem megfogott, aki engem megfogott úgy igazából, az a Pardavini Ari néni volt. A személyiségével, mert ő soha nem volt szigorú, hanem mindig inkább pajtáskodó, barátkozó, nagyon bensőséges kapcsolatot ápoló. Én emlékszem azokra az időkre, amikor nem volt hely, hová menni, amikor éppen valami próba szükséges lett volna, vagy készültünk valamire, és bizony mi bementünk az ő lakásukba, akkor még ott laktak a régi gimnáziumból nyílt a szolgálati lakásuk, ott az udvarból, és akkor bevonultunk a hálószobába, és Tibor bácsi az ő nagyságával együtt fölállt, és némán kivonult, mert mi ott voltunk, leültünk az ágyra, és akkor ott úgy megbeszéltük a dolgainkat Ari nénivel, és az nagyon jó volt, és mindig nagyon jó hangulatúak voltak ezek az összejövetelek. És nagyon fontos, mert ő az, aki megtanította azt, hogy leküzdje az ember a lámpalázat, illetve kezelje. Mert ha hiszik, ha nem, én roppant lámpalázas vagyok. Most is a szívem majd kiugrik, és azt hiszem, hogy itt látszik. De nem látszik, csak én úgy érzem. De kezelni kell tudni. És bárki, aki kiáll a közönség elé, mindegy, hogy milyen minőségében, legyen az politikus, tanár, színész vagy bárki, ha ilyen ambíciója van, hogy már pedig ő szeretné, de kezelni kell ezt a dolgot, akkor azt meg lehet tanulni. És olyan emberektől igenis meg lehet tanulni, mint amilyen Ari néni volt. Hát itt megpróbáltam az eredetes beszélgetésnél leütni a nagy büszkeségemet, hogy az én apai nagyszüleim Ari nénivel a 70-80 évvel ezelőtt ugye együtt játszottak. Mire te azt mondtad, hogy? Hogy? Hogy a te nagyszüleid pedig, illetve egy közül. Az én nagymamám. A Ruider nagymamám, akit én sajnos nem ismertem, mert 44-ben meghalt, amikor a család Franciaországban volt, mert a... Kezdjem az elején? Igen, tehát ott kerestek bányászokat, és a nagyapám jelentkezett bányásznak innen, és az egész családját elvitte, és mert a környezet, a francia környezetben éltek, de volt ott egy magyar kolónia, meg egy lengyel, az én négy elemit végzett nagymamám színházat csinált a gyerekekkel. Tehát valahogy így születtem. Én is, gondolom. Köszönjük a nagymamának. Igen, köszönöm a nagymamának. Igen. Nektek a példakép? Nekem, akár én egy dolog, mondtam, akár egy... mondtam, hogy ilyen légüres térbe kerültünk, itt csináltuk Róvára a létszínpadot, és csináltunk is egy nagyon jó Svajda György himnusz című művét. Állítottuk színpadra, Kopséger Krisztián barátommal, ez egy sok szereplős darab. És utána engem felkért egy ismerősen keresztül budapesti térszínház, a Buczhunor vezetett térszínház, hogy felfedeztek engem egy siófoki ilyen tábor, egy ilyen képzés keretén belül, és mondták, hogy hát gyere eljátszani hozzánk, és te benned látunk valamit, és gyere játszani. Most akkor én ezt megpróbáltam, és akkor mind a mesékbe, ugye egy tarisznyával volt nekem egy távoli rokonom Budapesten, aki a papagájával élt együtt, egy némi, és akkor én elköltöztem oda hozzá albérletbe, hát valami csekély összeget fizettem, és akkor onnan jártam, minden délután volt ott a próba, ugye ők sem voltak teljesen profik, és akkor az állam által éppen megtűrt ilyen támogatás nélküli félprofi társulat volt, és akkor elkezdtem én is a nagy színház. Csak az volt a baj, hogy a térszínház Óbudán van, az én rokon nénikém, az meg Zuglóban lakott. Na most ez azt jelenti, hogy nekem át kellett utaznom a városon, de ugye tehát ez sem volt ingyen. Ha innen indulsz, hamarabb odaérsz valami. Hát majdnem. De aztán a lényeg az, hogy hát mondom, ez így ment egy darabig, aztán már elfogyott a pénzem is, ugye hát otthonról, és ugye nem is volt pofám se kérni, meg mondom, hogy legyen, minden muszáj valami munkát vállalnom. Elmentem az Észak-Pesti Árfészhoz, műszaki eladónak egy árnyhágyba főhetek, de most ezt se lettem előre. Kollega. Na mindegy, és ott elkezdtem én ott dolgozni, hát hogy elmentem Észak-Pesti, igen, és akkor rohantam, próbál át a városon, minden, és akkor néni mindig izét csinált nekem,
körözöttes kenyeret, tehát én azon éltem gyakorlatilag, aztán hogy az éjség meg a kilátástan sem, mert valami olyan fizetés volt, hogy körülbelül ki tudtam belőle fizetni a bérletet a buszra, akkor, vagy a villamosra, aztán éppen, hogy tényleg ilyen kenyéren és vizen, meg ilyen éltem, szóval egy darabig ezt bírtam, meg rohantam utána, a munka után rohantam oda a próbára, minden, és akkor azt mondtam, hogy mit keresek én itt? Hát nagyon jó fejek, nagyon aranyosak, nagyon sokat lehet tőlük tanulni, mert tényleg nagyon jó színházat csináltak, meg csinálnak a mai napig is egyébként, habár ő szerintem már rám nem is emlékszik, hát itt volt egy vidéki gyerek, akinek szóltunk, hogy jöjjön, az meg jött, azt csak eltűnt, tehát körülbelül ez ilyen, így jelenhet meg az ő szemébe. De én nekem ő sokat adott ettől függetlenül. Na és akkor így kerültem én vissza, hogy mondtam, hogy hát sajnos ezt én így nem tudom. Nincs rá lehetőség. De a példa minden esetre ott volt. De a példa így abszolút van, és innen vettem azt, hogy én viszont ilyen színházat akarok csinálni, amelyet ők csináltak. Tehát onnan jött el, okay. Is kerülve. Tamás? Nekem volt két meghatározó darab a Győri Nemzeti Színházban. Sosem felejtem el, az egyik a Légy jó mintalárik volt, a másik pedig a... Mindegy is, majd csak eszembe jut. Nem nyomorultak. Twist Oliver. Igen. És úgy éreztem a Légy jó mintaláriknál, hogy ki kéne futni a színpadra és ott lenni. Hál' Istennek ezt nem tettem, de aztán később meg is rendeződött ez a darab itt Moson-Magyaróváron 2004-ben. Hát igaziból szerintem ez volt az igazi lökés ahhoz, hogy elinduljak ezen a pályán. Annyira szerettem volna ott lenni, hogy hát ez így történt. Mindhárman színpadra léptek, és mindhárman rendezéssel is foglalkoztok. Sokszor hallottuk azt, hogy aki jó színész, nem biztos, hogy jó rendező, lefordítják időnként futballistára és edzőre. Mit jelent nektek, mikor érzi az ember azt, az az ember, aki idáig színpadon volt, és valakinek az utasításait figyelembe véve megpróbált azt megvalósítani, mikor jön a pillanatok azt mondja, hogy na most majd én mondom meg, hogy mit kellene csinálni. Mitől érzi ezt az ember? Onnan, hogy én azt látom, hogyha megnézek egy darabot, akkor elkezdek gondolkodni, és azt mondja, hogy én ezt nem így csinálnám. Uh-huh. Tehát valahonnan innen jön ez, hanem én ezt nem így csinálnám. Ezt nem, én úgy oldalán nem a színpadról meg, jön? Nem abból jön, hogy te máshogy játszanád? Önmagadat máshogy instruálnád? Az alap, ez is igaz, tehát ez is így van, de ha látok egy darabot, és látom azt, hogy szerintem ezt nem így kell csinálni, hanem úgy kellene, ahogy én gondolom, mert szerintem az úgy jobb lenne. Tehát ez inspirálja az embert, mert nyilván az is, hogyha te idézőjelben jó színésznek tartod magad valamilyen szinten, mert valamilyen szinten mindannyian valamilyen szinten rendelkezünk színészi képességekkel. És látom, hogy nem tudja, nem úgy csinálja a partnered, ahogy, akkor elkezded neki mondani, hogy te szerintem csinálj így, mert akkor az jó lesz. És ez már rendezés. Tehát, és akkor egyszer csak elkezded, hogy akkor én most ezt megcsinálom, mert van egy darab, van egy szerelem, amit föl akarsz tenni a színpadra, mert mindegyik egyébként egy szerelem, tehát legalábbis számomra. Tehát az összes darab, amit megcsináltam, az valahogyan, valamilyen szinten engem érintett, valamilyen szinten én rajtam átment, és akkor azok a darabok lettek, jó, mindegyik jó lett, de azok a darabok, amiket színpadra állított az ember, az valahogyan személyes érintettséget takar. Mint ahogy az íróknál is nagyon sok író is az életéből merít, ugyanígy a színész is, vagy a rendező is az őt ért benyomásokhoz, őt ért személyes tapasztalatokat tudja színpadra állítani, és ezáltal a közönség is ráismer azokra a figurákra, akik az életükből visszaköszönnek, hogy hát öregem, ez olyan, mint a Jóska, tényleg. Ez tényleg olyan. És volt egy nagyon jó hasonlat, hogy az nem jó, hogyha egy disznót fölteszünk a színpadra, és ott sivít. Tehát ez senkit nem érdekel, nem? De ha valaki úgy sivít fönt, mint egy disznó, az már valami. Éva, az nem fordul elő ilyenkor, amikor az ember rendez, hogy megfordul, hogy mégis fölfutnék, és megmutatnám, hogy kell ezt
eljátszani? Az, az az igazság, hogy én most a nagymamában rendezek meg. Igen, játszom, és játszom is. De soha többet nem csinálok ilyet. Pontosan ezért, amit most kérdeztem? Nem, azért, mert nem olyan könnyű kikerülni az egyikből, és bekerülni a másikba. Nagyon szeretem én ezt a szerepet, úgy is képzeltem el, hogy magammal képzeltem el, meg magamnak képzeltem el, de azt gondoltam korábban, hogy valaki vagy más megrendezi, de nem, én akartam megrendezni is. De ez így nem annyira jó, mert jobban tudnék mást instruálni, és nagyon sokáig nekem gondot okozott az, hogy ne civilként menjek föl akkor, amikor fel kell menni a színpadra. Ők mondták nekem, Robi is játszik a darabban, meg a többiek is, hogy az elején egyszerűen nem tudtam felengedni. De most már kialakult. Amikor az ember saját nem magát nagyon nehezen, nem látod nehezen magad. Igen. Tamás, az nálad is fönnáll, hiszen színpadon is látunk, és rendezel is. Igen, nagyon, tényleg nagyon-nagyon nehéz, mert rendeztek engem tehát azért, nem keveset. Mondjuk mindig szoktam egy kicsit vitatkozni, de volt úgy, hogy nem. Tehát most már egyre jobban, hogyha valaki rendez, akkor igyekszem nem vitatkozni vele, mert hogy ő a rendező. Alázat. Nehezen alakul ki. Nem baj. De még fiatal hozzánk képest. Nem úgy vitatkozni, hogy ezt nem így kell csinálni, csak elmondom az én gondolatomat is, mert alapvetően én úgy rendezek, hogy bevonom az embereket. Tehát, hogyha valaki valamit csinál, akkor azt gondolom, hogy akkor tudja a legjobban megcsinálni azt, amit gondol, hogy én nekem van egy képzelésem az egész darabról, és mindenki gondolatát szeretném beépíteni, tehát nem egomán módon csak az enyém lehet az igaz, és ugye van, amikor sokkal jobb gondolatokat mondanak. Hát most furcsa dolgot mondasz. Én azt gondolom, hogy egy rendezésnél, egy színházban, ahol azért legyünk őszinték kifelé, az kell, hogy látszom, hogy ilyen laza, ugyanakkor ilyen feszített az egész. Jó a demokrácia? Tehát... Nem, ez ilyen szűkített értelmű demokrácia, azt mondom el. Nem, ezt úgy segítek kicsit, mert én is így gondolom, hogy a Tamás, van egy gerinc, igen, van egy mondani való, ami felé tartunk. Hát amit ki akarunk fejezni a darabbal, és hogyha az az ötlet belefér abba az elképzelésbe, vagy jobb esetleg jobban, igen, mutat abba az irányba, mint én elképzeltem, akkor az befejezik. Akkor te ezt befogadod, de onnantól az van, mert te mondtad. De itt az irány a fontos. Az irány a fontos, így van. Tehát van, hogy tehát ötletelünk hosszú ideig, tehát nagyon sok, tehát legalább 3 előadásnyi ötlet születik egy-egy darabból, ami aztán kimarad, vagy bent marad, ez aztán kiderül, kiszelektálja magát. De fontos tényleg az, hogy a színjátszóimnak, hogy nem egy üres fejű bábukat mozgatunk a színpadon, hanem az, hogy gondolkozzanak, igenis gondolkozzanak. Mert akkor érzik szerintem magukévá. Én legalábbis így gondolom. Így az utolsó előadás, amit rendeztek, és nem is ismertem az embert a színész vizsgámnál, tehát ott azért hál' Istennek adott lehetőséget arra is, hogy egy-két gondolatot elmondjak, bár ő nem volt annyira demokratikus, mint én, de ez nem baj. Ez most őt kértem meg, úgyhogy nyilván be kell látni. Hol ért össze az életutatok? Bozsónál. Bozsónál? Nem, nekem nem, én akkor, nem. Én akkor engem az élet az kicsit odébb sodort akkor pont, ha bár hívtak. 2099. Hát igen, akkor igen. Az egész amikor együtt találkoztunk, tehát mi ismertük egymást, csak az Évával is, meg a Tomival is, tehát láttuk egymást is. Az egész azt akartam mondani, hogy baráti kör a művészetét alapítvány, de nem, hanem amatőr művészek baráti köre. Tehát először megalakult az amatőr művészek baráti köre, amiből lett később ezt a baráti köre művészek. Időpontban hova tegyük? 2000 eleje? Után. Igen. Az alapítvány 2005-ös. Az utána, mert az... De az előtte, akkor 2002 környékén. Oké. Okay. 2002. Igen. Ebben az összes olyan nem csak színházi ember vett részt ebbe a baráti körbe, tényleg egyébként mi barátok, uh-huh, voltunk már előtte is, igen, csak ez adott egy közösségi formát, igen, ennek, uh-huh, tehát nem csak színészekről beszélek, mert művészek, amatőr művészek baráti köre volt, ebbe táncos, fotós, tehát több művészeti ág is képviselte magát,
mi így összejöttünk, és akkor elhatároztuk, hogy mi dolgozunk együtt. Mi, hogy egyrészt a színészet, ez nagyon sok művészeti ágat magába olvaszt, mint például a tánc, mint a kedves nézőink, mert ilyen, nekünk nézőink vannak. Láthatták, tehát nagyon, nagyon sok esetben szerepelnek táncosok is a darabjainkban, vagy zenészek, vagy zeneszámok, vagy akár versmondók. Tehát ezek összekapcsolódnak. Na és ez volt az első momentum, ami így összekapcsolt benneteket. Igen. Hogy ment ez tovább? Mert hogy onnantól gyakorlatilag egy szervezeti egység volt, vagy egy egység volt, ami a... Nem, a szervezeti egység az akkor lett, amikor ez a baráti kör azt mondott, hogy jó, így együtt vagyunk, mert csinálunk produkciót, sőt már van egy kis pénzünk is, mert volt fellépés itt a Művelődési Házban, ilyen adományos valami saját célunkra, tehát nem saját cél, hogy eltesszük, hanem következő produkciók. De hát ugye pályázni, akkor már jöttek ezek a pályázati dolgok, pályázni meg mindenféle lehetőségek megnyíltak azáltal, hogy egy alapítvány jött létre, aminek az Évi, mint alapító tag. Hát egyik kurátora Egyik kurátor az Éva. Így jött létre a baráti kör, a művészetért alapítvány. Hadd adjam át a szót. Hát amikor igazán egymásra találtunk, én azt gondolom, így magam szempontjából, talán, és javítsd, hogyha nem így van, a Régyó Mintalárig éppen az a darab, mert hogy ő volt az igazgató, Török néni, és még sok mindenki mást is, hál' Istennek sikerült akkor visszacsalogatni ebbe a fertőbe. Így jött vissza Vitéz Vili is hosszú évek után a színjátszásra, a színpadra, de még sokan mások is, tehát nagyon nagy élmény volt akkor, amikor egy két felvonásos musical, teljesen mindegy végül is, hogy musical vagy nem, csak ugye általában erről ismernek, de hát mondom, tehát azért van prózai darab is, amit rendezek. Így színpadra került, az nagyon jó érzés volt, arra emlékszem. Nagyon nehezen mondom azt, és itt a beszélgetés elején is nehezen mondtam, hogy amatőr színészek vagy rendezők lennétek. Itt az elmúlt időszakban olyan darabok kerültek színre, amik éveket megéltek, megélnek, és ez itt majd nyugodtan lehet a reklámhelye, hogy hiszen az évvégén még játszátok. Félelmetes létszámot jelentett, amit kezelni kellett, betanítani, és ugye nem egyszer a szerzők vagy korábbi rendezők voltak itt és gratuláltak nektek. Itt már, és azt kell mondanom, egy 30 ezer plusz 30 ezeres városban ilyen sorozatot megélni, azt hiszem, hogy történelmi. Nyugodtan mondd a számokat, ha én nem vagyok itt pontos. Hát, nem is tudom, hogy menjünk sorba, 2007, Handa Basa, akkor még annyira nem ismerték a mi színi csapatunkat. Először a félálmaink voltak. Bocsánat. Először a félálmaink voltak. Félálmaink voltak. Amivel tájoltatok is. Azzal ment, hogy nagyon jó, de én most csak a teátromban gondolkoztam. Két személy, tehát az is volt, az két személy darab. Ez egy két személy is. A félálmaink Boldizsár Péter, amiben az Ócser Zita, Ócserzitával közreműködve beépítette, Félálmaink volt a címe a műnek, Boldizsár Pétertől, és a Zita pedig a Félelmeink című táncjátékot adta elő a két felvonás között. Igen. Ez volt az első ilyen produkció, ezt utána jött a Handa Basa 2007-ben, amit Éva rendezett. Az a Handa Basán volt? Ja, igen, 2007-ben a te Handa Basád volt, 2000-ben volt a másik Handa Basa, meg még előtte is. Igen. Aztán jött 2009-ben volt a 80 vödör levegő. De 2008-ban volt az Isten pénze, ami... 2009-ben az is volt. Most vitatkozni fogunk. Nem fogunk. Himnusz volt. Az is volt. Ez az után később volt. De a 80 vödör levegő 2009-ben. Nem feltétlenül muszáj. 2009-ben akkor közben, akkor utána volt. Nem feltétlenül muszáj évhöz kötnünk, inkább magukat a műveket említsük. Akkor az utolsót mondom, ami az... hát. Jó, aztán Kölyök az 10-valamennyi, Kölyök... Hát az Isten pénze. Jó, csak azt gondoltam, hogy az végére hagyom. Az Isten pénze, mennyi előadás volt eddig? Isten pénze, ezt akartam a legvégére hagyni, köszi, hogy lelőttem a poén. 9, te kezdted. 9,
éve játsszuk. Volt megszakítás, 2011-ben játszottuk utoljára, majd elővettük tavaly, és Vitéz Vilére tudok csak támaszkodni és az ő számolására. Idén lesz a három előadással decemberben a 30. előadás, ami szerintem... Személy számítás szerint 9000 néző. Hát azért többen is megnézték egy előadást. Ha egy csimatelt házat veszek. Erre azt kell mondanom, és ne vegyetek udvarlásnak, a momentán legkisebb gyerekünk, aki akkor még kisebb volt, láttunk egy másik előadást is egy ennél híresebb színházban, és amikor itt megnézte, fölálltam, és azt mondta, hogy most már értem. És azt mondom, hogy ennél nagyobb elismerés nincs. És köszönjük. Köszönjük. Egy kicsit, hát, igen? Semmi, csak azt szerettem mondani, hogy az Isten pénz az mindannyiunk nagy szerelme volt, igaz a Tamást. Tehát a Tamást kell kiemelnem belőle, mert hát nyilván ez az ő gyermeke elsősorban, de maga a darab témája miatt és a meghittsége miatt, meg az időpontja miatt, amikor elő van adva, az ember egy emelkedettebb lelki állapotban van karácsony környékén, és olyan, amikor az első előadások úgy létrejöttek, és megéreztük a közönség szeretetét is ebben, mint színészek, többiekről is beszéltek nyilván, akkor az egy nagyon nagy összekovácsoló erő volt. Tehát az egy életre szóló barátságok kötődnek ehhez a darabhoz, és mindenki, aki játszott benne, az büszke rá, és boldog volt, amikor játszhatott benne. Igen, és itt most hadd kapcsolódjak, bocsánat, vissza a beszédünk legelejére, hogy ugye sok-sok, bocsánat, kisgyerek is szerepel itt, akiket most, hogy bevittetek a színpadra, ők már nem vonatkozik az, amiről a legelején beszéltünk. Biztos hogy megvan. Megfertőződtek, már mézes madzag megvan. Abszolút. Ha beszéltünk a jelenről, ha mi leülünk beszélgetni, akkor mindig egy téma kerül elő, amit én mindig mondok neki, hogy légy szíves, csináljátok meg a képzelt riportot, de te még mindig nem a képzelt riportot csinálod. A következő, és ezt nem szabadna mondanom egyébként, mert hát magunk között. Magunk között, két kamerával természetes. Van most szó róla, hogy ezt a darabot bemutassuk. Egy másik égető probléma miatt, ami a várost érinti, a fiatalok és a drog kapcsolata. És nagyon-nagyon beszélgetünk róla, most már elkértem a szövegkönyvet is, hogy hát azért nyilván az ember ismeri a darabot, de a zenét is pláne, de hát azért mélyen bele kell ásnia magát ebbe a dologba. Nem azt mondom, hogy jövő évben bemutatjuk ezt a dolgot, de a közeljövőben azt mondom, hogy akkor biztos valami. Ezt el is mondom egy darabbal kapcsolatban, mert mindig csak titkolózok az új darabokkal kapcsolatban, hogy akkor biztos, hogyha már behúztuk a függönyt. A következő történt, hogy mi a Pár utcai fiúkat akartuk bemutatni, a Víg színházas Pár utcai fiúkat, és Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián. Igent mondtak a darab bemutatására Mosó-Magyaróvára, viszont Víg színház, tehát már ott tartottunk, hogy aláírjuk a szerződést, de hát úgy alakult, hogy a Víg színházban és Marton László rendező úr azt mondta, ő rendezte meg ezt az első darabot, nem csak azért, mert rendező, mert az ő gondolatai mentén is, tehát társszerzőként is fel van tüntetve a darabba. És azt mondta, hogy nem, mivel hogy a Víg Színháznak, ahogy a Padlás is, ahogy a Dzsungel könyve is, hosszú ideig csak az ő játszások alatt volt. És így igaz, két helyen bemutatják, de idéntől kezdve úgy történik, vagyis hát tulajdonképpen tavaly mutatták be. Van egy óvári, egyébként három helyen mutatták be, a Víg Színházban, ott is van egy óvári vonatkozás, a Székesfehérvári Színházban mutatták, ott is van egy óvári vonatkozás, akik tőlünk kerültek ki, de ugyanakkor, hát a Pannonvár Színházban van, nem? És akkor azt mondták, hogy minden évben csak egyetlen egy színház mutathatja be, és hát bárhogy is, hál' Istennek a közönség, és hál' Istennek te is, máshogy véleked szerről a színházról, de azért
ott mi nagyon pici halak vagyunk. Igen, még nincs halak. Tehát ennyit arról, hogy mit mutatunk be, én azt gondolom, hogy akkor biztos valami, hogyha behúztuk a függönyt, és megvolt az előadás jogokkal együtt, mert hogy ez egy nagy csata. Nagyon sok mindent szeretnénk egyébként bemutatni, de hát Robi már el is kezdte a próbáját, illetve Éva is fogja kezdeni. A másik az meg még egy kicsit titkos. Akkor erre majd visszatérünk. Éva, kihagyhatatlan, hogy a te jutalomjátékodról ne beszéljünk. Rendezed, főszereplő vagy, nagymama vagy? Az vagyok. Civilben is, a játékban is. A nagymama az megy még november 5-éig 5 előadás lesz belőle. Ebben az őszi szezonban, aztán majd meglátjuk, hogy a tavasz hogy alakul, mert az egyik szereplőnknek műtik a térdét, és ugye hosszú idő kell, amíg meggyógyul. De mindettől függetlenül én elkezdem majd Szakonyi Károly adáshibáját rendezni. Az idősebb korosztály bizonyára emlékszik még rá. Én nekem nagyon tetszett az a darab, és annyira aktuálisnak érzem, hogy muszáj volt elővenni. Uh-huh. Robi? Én még visszakanyarodnék egy kicsit az Évához, illetve egy kicsit régebbi idővel. Ugye bemutattuk, az is számunkra egy nagyon nagy élmény volt, Lezsák Sándor 85 levegő című művét, amivel a szerző is megtisztelte többször az előadást, sőt, az a megtiszteltetés érte a Mosonmagyaróvári Társulatot, hogy meghívtak minket Budapestre, Lezsák Sándor személyesen a 60. születésnapjára, és ott, a Komédium Színházba került az előadásra, és meghívott minket, és ott az prominens személyiségek előtt került bemutatása, születésnapja alkalmával az összes politikai pártok független, tehát én nem politizálok, de az összes első MDF kormány még élő tagjai megjelentek, és ott kaptunk egy olyan dicséretet, illetve hát igazából az mellett, hogy Sárváron elhozták egy országos fesztivál volt Sárváron, ahol szerepet megmérettetett ez a darab, ott az Éva néni és a Komka Tamás, hadd említsen meg, elhozta a legjobb szereplőknek járó aki megtisztelt bennünket a jelenlétével. Itt van Tamás. Na és akkor azt mondta a Csurka István szünetbe, vagy előadás után volt egy fogadás, és én személyesen amúgy őt nem ismerem, sem pedig, tehát tényleg nem szeretnék, tehát nem politikai jellegű ez a dolog, így ült, így terpeszkedett az ember. Te! Ezek amatőrök voltak, mondják. Mondom, igen, tényleg. Mondom, hát igen, persze, hát mi amatőr színház, hogy csak. Hát akkor ezek jobban, mint a profik. És utána nem sokan meg is halt, szegény. Nem? Tehát ott az volt az számomra is egy olyan nagy élmény. Mi a közeli jövő? Hogy? A közeli jövő, amit már el is kezdtünk próbálni, ha bár még teljesen a jogok nincsenek letisztázva, de valószínűleg ugye ez nem annyira felkapott darab. Ugye itt észrevettétek, mi nem vagyunk konkurenciái egymásnak, egyrészt játszunk egymás darabjába, ha úgy jön ki a lépés. A másik dolog, a Tamás zenés műzikeleket ad elő, én ilyen réteg darabokat, ilyen kicsit ilyen érzelmes, kamara jellegű darabokat, az Éva pedig klasszikusabb darabok felé törekszik. Tehát igazából mi nem vagyunk egymásnak a konkurenciái, mindenkinek megvan az érdeklés is. Na, visszatérve, amit akartam mondani, mi most elkezdtük próbálni, és nagyon-nagyon, ugye minden számomra egy szerelem, az a Jövőre veled ugyanitt című filmnek a színpadi adaptációja. Ez egy egyedi meglátású, tehát nem amit a színházakban idáig lehetett látni, musical jellegű, hanem ez egy színpadi produkció, egy teljesen egyedi színpadi produkció lesz ebből a film alapjából készítve, úgyhogy nagyon izgulunk, nagyon érdekes felfogásba készül, de nem elrugaszkodva az eredeti filmtől, tehát tuti biztos szórakoztató előadás lesz ez. Én azt gondolom, és ezt nagyon szépen köszönjük nektek és rajtatok keresztül összes amatőr kollégátoknak, hogy el vagyunk kényeztetve Mosonmagyaróváron, és ezt köszönjük szépen. Az elején versekkel indítottunk. Lenne valami, amivel így a műsor végén
Magyar Dráma Napját köszöntenétek. Nem tudom, hogy versel Éva esetleg a Dráma Napja alkalmát, mert én nekem van egy jó versem, de ez nem annyira ideillő. Az egy vidám, mert szerettem volna, hogy vidám legyen egy kicsit a végén. Én úgy gondolom, hogy bele kell, hogy tartozon a vidámság is. Hát persze. Én nem fogok verset mondani, nekem ugye most, hogy a Csiki Gergely darabot csinálom, nagyon megfogott az, amit én olvastam tőle, az ő színházról alkotott véleményét, ami teljes mértékben az én véleményem is, hogy a színháznak az a dolga, hogy felszabadítson, megnyugtasson és kikapcsoljon. És én ezért csinálok olyan darabokat, amilyeneket csinálok, mert én is ezt szeretném. Úgy gondolom, hogy hitvallásnak ez nagyon jó volt, köszönöm. Robi? Akkor mondjam. Hogyne? Sokak által nagyon, nagyon lenézett és igazából méltatlanul hozzáteszem, a Rimhányó Romhányitól mondanék egy gyors kis vidám kis versecskét. Romhányi József, a tevefohásza. Monoton üget a süppedő homokon, a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozoga, kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés, apró szemcsés homokkal telve a füle a nyelve. Zsóvár szeme kutat-kutat, még 5-6 nap kullog baktat, s az itató tava távol, s oly messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék, ura! Te tettél tevévé engem eleve, nem ér fel te veled a tevefej tétova veleje. Te terved veti a teveved előtt tavad tavaly távol, de tévedni vélvén, vén híved, nevet feledve, elvetevedve vádol. Nem, vitte te velelkem hova tovább, mivel levet, mert vederbe, feltekeredve, nem vedel veled, betelve a tetevét szenvedelme. Te nevedbe legyen emen neveletlen, tevetetem eltemetve. És evezze vel a teve, a level kivi, kivi level hevel, teve. Tamás? Hát igen, amiről beszélt Éva, arról, hogy az ember izgul, én most legalább ugyanúgy izgulok. Egy nagyon kedves vers, egyébként épp most tanultuk az egyik sráccal, de ezt már nem igazándiból mondhatom, mert sehol se, ez volt a legelső vers, amit Kisfaludi napon mondhattam. Péter, ne, itt van egyébként a srác, akivel tanultuk. Péter, ha lehet, akkor ne javíts ki. Ugyanis tudni kell, hogy én kétszer ugyanazt a dalszöveget nem éneklem el, hirtelen ugyanúgy, és ez a szöveg részére értendő, úgyhogy most nagyon izgulok. Már néha gondolok a szerelemre. Már néha gondolok a szerelemre. Milyen lehet? Én Istenem, milyen? Találkoztam tán véle messze-messze, valahol Andersen meséjében. Komoly és barna kislány lesz. Merengő, a lelke párna, puha sejemkendő, s még a többiek otthon bután nevetnek. Virágot hoz majd a kis betegnek. Ágyamon szül. Meséskönyv a szeme. Halkan beszél, csak nékem soha másnak. Fájó fejemre hűs borogatást rak. És kacagása. Hegedűszene. Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló. Különös. Titkos. Ritkán mosolygó. Az éjbe néző fáradt. Enyhe csöndes. Csak széttekint. És a szobámban csönd lesz. Köszönöm szépen, és önöknek is köszönöm. Zembrackyné Rújder Éva, Kurusz Róbert és Major Tamás volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Velük voltunk a mai napon egyesek.